Az első selejtező tornán sérülések és betegségek miatt több játékosukat is nélkülözték a nyíregyháziak, akik így egy győzelemmel és két vereséggel tértek haza Kiskunfélegyházáról. A hazai rendezésű második tornán így mindhárom meccsét meg kellett nyernie Brúgós Olivér együttesének ahhoz, hogy biztosan felkerüljön az országos főtáblára. Az U16-os csapat maga biztosan vette az akadályt, a Pitke KS ellen 85, a Zuglói Sasok ellen 46, a Szerencsi Darazsak ellen pedig 20 ponttal győzött a házigazda. Én azt mondtam a srácoknak, hogy vegyük minden meccset úgy, hogy mínusz 30 pontról indulunk. Megvoltam most elégedve nagyon a védekezéssel, szerintem ez volt a hibánk az előző három meccsen, úgyhogy tudtunk javítani, úgyhogy gratulálok mindenkinek. Még mindig egy kezdőjátékosom sajnos sérült, de dolgozunk azon, hogy minden hamarabb visszatérhessen a pályára, és úgy gondolom, hogyha teljes kerettel vagyunk, akkor bárki ellen jó meccset tudunk játszani. Lekka Benedek a három mérkőzésen 40 pontot szerezve járult hozzá a csapat a továbbjutásához. Teljes mértékben az volt a célunk, hogy ezt a három meccset megnyerjük, mivel kulcsfontosságú ahhoz, hogy a további fordulókban előrébb és előrébb kerüljünk, persze erősebb csapatok ellen. Hát a hiányosságot pótolni kell, jobban kell bírnunk a melót, az edzőink erre teljes mértékben felkészítettek. Hál' az Istennek megkapjuk a kellő támogatást otthonról, szüleinktől is. Mint Szobi Dániel, a Nyíregyházi Sportcentrum kosárlabda szakák vezetője elmondta, mindent megtesznek azért, hogy minél több játékos neveljenek az A-csoportos felnőtt csapat számára, amit csak széles bázis segítségével tudnak megvalósítani. Célokat nagyon nehéz megfogalmazni exakt módon utánpótlásban, hiszen valaki arra esküszik, hogy minél jobb eredményt érjen el, valaki arra esküszik, hogy játékosokat neveljen, van, aki úgy gondolja, hogy az utánpótlás bázis szélesítése a fő feladat. Hát úgy gondolom, hogy nekünk itt Nyíregyházán előtérbe kell helyezni, mivel felnőtt csapat, első osztályi csapatunk van, a fiatal játékosok nevelését, a tömegbázis bővítését is mindenképpen, és az eredményeket se szabad szem előtt éveszteni, viszont mindenképpen fontos kiemelni, hogy ugye több nemzeti akadémia is van az országban, akik ellen nehéz fölvenni még ilyen korban a versenyt, úgyhogy én, mint szakágvezető úgy gondolom, az a fontosabb, hogy neveljünk ki olyan fiatal játékosokat, akik aztán a felnőtt csapatban lehetnek akár meghatározó játékosok, illetve bővítsük a tömegbázist, tehát hogy legyen minnél több játékos. A folytatásban 4-8-as csoportban játszanak a csapatok. A nyíregyháziak első lépésként a legjobb 16 közé jutást célozzák meg, de Brúgós Olivér szerint a 8-as döntőbe kerülés a játékosok álma.